Szeretettel üdvözlök mindenkit. Bizonnyal számosan akadnak, akik látják az ananászt, és azt mondják, hogy ajaj, most én ezzel mit kezdjek. Hát először is meg kell vizsgálni, akkor friss egy ananász, akkor érett pontosabban, nem friss, hanem érett, hogyha a közepéből ilyen könnyűszerrel ki tudunk húzni egy levélkét. Ez az ananász garantáltan érett. Most hogy dolgozzuk föl? Először is mossuk meg jó alaposan mosószeres vízben, hiszen ha föltesszük a vágódeszkánkra, itt fogunk később dolgozni magával az ananász húsával is, tehát nehogy véletlen fölhozzunk valami fertőzést a deszkára. Én ezt az ananászt már jól megmostam. Innentől kezdve két dolog lehetséges, az egyik ugye, hogy karikákra vágva használjuk föl, a másik, hogy kockákra. Miután karikákra vágva elég ritkán dolgozzuk föl, azt én most nem is mutatom be, inkább csak elmondom. Ahhoz gyakorlatilag levágjuk itt a bojtos részét, ezt a szép részét, egy picit levágjuk a talpát, utána körben ugyanúgy, mint mondjuk a dinnyét, vagy akár az almát, meghámozzuk a ananászt, újnyi karikákra vágjuk, és a közepén a fás részt kiszúrjuk. Ennyi az egész. Tehát ez nem annyira bonyolult művelet. Ha úgy szeretnénk felhasználni, hogy kockákra vágott húsát, itt megint választhatunk, most vagy levágjuk a bóbitáját, vagy ha úgy szeretnénk, hogy visszatálalunk ugye ebbe az ananász, hát kehely, ilyenkor mi már úgy hívjuk, akkor a következőt kell tenni. Négy felé vágjuk az ananászt, a négy felé, ugye az azt jelenti, hogy egyszer félbe, és utána még egyszer félbe. Innentől kezdve egy nagyon picit itt levágunk belőle, és az ananász húsát a héjból ilyen mozdulattal, hogy itt elkezdjük körbevágni a héjnál, egyszerűen kiemeljük belőle. Kész. Lehet látni, itt nincs már semmiféle olyan, ami nem kéne. Az ananásznak van egy torzsája, azt a torzsát kell még kivágni belőle, mert ez rendszerint fás. Így. Megjegyzem, hogyha nem fás, akkor simán meg lehet enni. Ez olyan határeset, de íztelen, úgyhogy hagyjuk a csodába. És innentől kezdve félbevágom ezt az ananászt. Fölkockázom, és mondjuk visszahelyezem akár ide a húsára, ilyet húsára, visszahelyezem a héjára. Ennyi az egész, de mindjárt mutatok egy másfajtát is, ahol... Tehát például így lehet tálalni. Aztán lehet úgy, a másik fajta, ugyanígy kiemelem a húst belőle, tehát levágok egy vékony szeletet, új, de azért zseniális dolog ám ez a friss ananász, nagyon finom, én nagyon szeretem. Így, ugye továbbra is az van, hogy ezt a szár részét, ezt kikapjuk belőle, nem kell, és akkor most ezt egy kicsit vastagabb darabokra vágom. Ugye például, ha egy gyümölcstára tesszük föl, akkor nem érdemes, tehát az hülyén néz ki, hogy egészbe fölteszünk egy ananászt, hisz a vendég most mit kezd vele szerencsétlen, amikor nagyjából egy állófogadás van, tehát egyszerűen nem tud vele mit kezdeni, ezért praktikus ilyen kisebb darabokra vágni. És akkor például lehet az, hogy az egyik szeletet ott toljuk ki, a másik szeletet itt toljuk ki, és már is egy kicsit látványosabb, főleg akkor, hogyha az üres helyekre mondjuk teszünk egy-egy szőlőszemet, vagy valamit. Gyakorlatilag ennyi az egész, nem egy olyan nagy dolog, úgyhogy próbálják ki. Szép napot!